az Anya Szent Egyház a Szentlélek eljövetelét ünnepli. De mi is volt a pünkösdi fordulat, amelytől megváltozott az apostoloknak az addigi élete? Az egyik legkézzelfoghatóbb dolog, hogy az apostolok a lelkületükben változtak meg. Miközben az Úr Jézus 40 napon át a feltámadt Jézus megjelent az övéinek, miközben ott van a félelem mellett, ott van az öröm is, de ez az öröm még nem teljes. Nincs bennük bátorság. A pünkösdi lélek lesz az, aki, mint a szél, elfújja az apostolok lelkületéből a félelmet, és bátorság tölti el őket, és mennek az akkor ismert földrészekre, és hirdetik Jézusnak az evangéliumát, hogy ő él, hogy feltámadt, ő a mi megváltunk, ő az, akiben örök életet kapunk. És utána ezek az apostolok, akik nagypénteken szétszélednek, bátran adják az életüket a feltámadt Jézus Krisztus hitéért. Örülnek annak, hogy szenvedhetnek Jézus Krisztusért. Valójában ez az egyik legkézenfoghatóbb dolog, ami a pünkösd által végbe ment az apostolokban. Az Úr Jézus megígéri, már az utolsó vacsorán is, hogy majd elküldöm nektek a vigasztalót, az igazság lelkét, aki eszetekbe juttat nektek mindent, amire én tanítottalak benneteket. Az Úr Jézus az utolsó vacsorán mondja, hogy ne szomorkodjatok, mert majd eljön a lélek, és az örömötök teljes lesz. Nikodémus, aki ének idején keresi fel az Úr Jézust, mondja neki az Úr, aki nem születik újjá vízből és Szentlélekből, az nem mehet be az Isten országába. Az idős farizeus nem érti, mit jelent ez, hogy aki nem születik újjá vízből és Szentlélekből. Meg is kérdezi, csak nem bújhatunk vissza az anyának a méhébe. Az Úr Jézus a Szentlélekről beszél. A Szentlélek által tudunk újjászületni. A Szentlélek Úristen az, aki a mi életünket is meg tudja változtatni, át tudja formálni. A lelki írók, jeruzsálemi Szent Cirill a következő hasonlatot írja a Szentlélekre. Amiképpen a száradó fa, ha magába szívja a vizet, új hajtássárat sarjaszt, ugyanúgy a bűnös lélek is, ha a megtérés folytán méltóvá lesz a Szentlélekre. Hozni kezdi az igaz lelkűség hajtásait. A Szentlélek is egy és ugyanaz, és mégis Isten tetszése szerint, és Krisztus nevében sokféle erényt hoz létre.